Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV híradója. Nézzük főbb híreinket először csak egy-egy mondatban. Tapasztalatcsere. A műszaki irányba tovább tanulni akarók kaptak segítséget volt iskolatársaiktól. Nyílik. A szokatlanul meleg időjárás miatt több helyütt kibújt a hóvirág. A meteorológus szerint kedden akár megdőlhet az országos melegrekord is. 85. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület köszöntötte dr. Márkus Ferenc irodalmárt születésnapján. Tapasztalt tehetségek. Az akkreditált tehetségpontként is működő Battyányi Lajos gimnáziumban hétfőn délelőtt műszakis hallgatók adtak egyetemre felkészítő tanácsokat a diákoknak. A Tehetségpont klub rendezvényén mintegy 100 középiskolás diák több előadást is meghallgathatott a Budapesti Műszaki Egyetem jelenlegi vagy már végzett diákjaitól. Volt az érdeklődők között olyan, aki már egyetemista, mégis kérdések merültek fel tanulmányaiban. A gimnázium ismerőseim közül Erdős Gergely ugyanazon az alapszakon kezdte az egyetemi tanulmányaimat, amire később én is jelentkeztem, és a szakirányjal kapcsolatos kérdéseimet szerettem volna feltenni neki, mivel nekem következő fél évben már szakirányra kell mennem, és jelentkeznem kell, és szeretnék minél többet megtudni első kézből. Az egyik előadó, Erdős Gergely, a Budapesti Műszaki Egyetem gépészeti modellezés szakiránymérnök hallgatója. Tapasztalatait osztotta meg a gimnazistákkal. A két legfőbb tanácsom az az lesz, hogy a matematikával kell foglalkozni nagyon komolyan, aki arra a pályára akar jönni, ami nem vagyok, illetve hát elég sok pályára igaz ez, illetve a másik, hogy a nyelvismeret az fontos. Az érdeklődők nem csak a tanulásról és a követelményekről, hanem a szabadidős tevékenységekről is hallhattak beszámolókat. Mégpedig azoktól, akik nemrég még ugyanazokat a padokat koptatták, mint ők. Ilyenkor volt tanítványaink jönnek vissza. Azért jönnek ők vissza, mert korban még nagyon közel vannak a mostani gimnazista korosztályhoz, ismerik őket a többiek, és a kamaszok a kortárstól sokkal könnyebben elfogadják a véleményt, és sokkal könnyebben elfogadják azokat a tanácsokat, amiket tanárként milliószor hallanak, de mégis egy kis ráerősítés erre, hogy érdemes matekot tanulni, érdemes informatikát tanulni, és érdemes a műszaki pályát választani. A szervező hozzátette, a Battyányiban matematika és fizika szakos osztály is működik. Az osztályokba való túljelentkezés pedig azt mutatja, hogy egyre többen választják a műszaki informatika, mérnöki pályát, és fontos, hogy ebben jók legyenek. Most további híreink következnek, röviden. Nincs változás. Évente mintegy 4,5 millió adófizető állampolgárnak csak a fele ajánlja fel adója 1+1%-át. Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az adófizetők, a költségvetésben maradnak. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben tájékoztatja a lakosságot, hogy akik már benyújtották bevallásukat, vagy a NAV-ot bízták meg a bevallás elkészítésével, de nem jelöltek meg kedvezményezettet május 20-áig, még megtehetik. A támogatható szervezetek listája, adó és technikai száma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megtalálható. Harmadik. A decemberben megalakult Notre Dame Liceum Senior Club újabb összejövetelét tartotta hétfőn. Az egykori leányiskola diákjait elsőként a piarista iskola kamarakórusa zenés összeállítással köszöntötte. Ezt követően tanító természetnevelő művészet címmel Lengyák István a magyar kultúra lovagja tartott élményfelidézős, fényképnézegetős visszatekintést a régi nagykanizsai pedagógiai emlékekről. A havonta megrendezett programon mindig újabb és újabb vendégeket hívnak a szervezők, de a beszélgetés és az emlékek felidézése sem marad el. Én is elhatároztam, hogy egy kicsit mégis valami színesebb legyen a találkozónk. A világjáró vagyok tulajdonképpen, az egész világot szinte beutaztam már, és akkor az élményeimből majd vetítünk itt a többieknek. De nagyon örülök, hogy azért még ennyien is vagyunk, és ilyen jó állapotban van mindenki. Meleg rekord.
Már nyílik a tavasz kezdetét jelző hóvirág a kertekben. A virág megjelenése általában február végén, március elején jellemző. A jelenlegi, tartósan meleg idő miatt viszont már most, ebben a korai időpontban találkozhatunk a tavasz hírnökével. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa szerint kedden akár meg is dőlhet a 72 évvel ezelőtt regisztrált legmagasabb nappali hőmérséklet. A rendszeres mérések kezdete óta február 2-án az eddigi legmagasabb nappali hőmérséklet 16,8 fok volt. Ezt 1944-ben regisztrálták Szombathelyen. Holnap kora délután 10-17 fok várható, vagyis a csúcsérték néhol megközelítheti, akár el is érheti a rekordot. Egyébként kedden országos szinten is mintegy 10 fokkal meghaladja a maximum a február elején megszokottat. Szombaton a délutáni órákban tömeges baleset történt Szlovéniában. A Ljubljana és Koper közötti autósztráda egy szakaszán feltehetően a nagyköttől hirtelen kialakult elégtelen látási viszonyok miatt 70 jármű ütközött össze, személygépkocsik, teherautók, kamionok vegyesen. A szlovén sajtó az ország legnagyobb közúti katasztrófájának minősítette a tömegkarambolt, amelynek során 4-en életüket veszítették, csak nem 30-an pedig megsérültek. Az érintett útszakaszt a sérült járművek elszállításának idejére lezárták, de vasárnap kora délelőtt már megnyitották a forgalom előtt. A balesetben 15 magyar utazó is érintett volt, egyiküket enyhébb sérülésekkel kórházba szállították, ahonnan vasárnap délben engedték haza. A többi magyar sérültet a posztojnai szállodában helyezték el a hatóságok vasárnap reggelig, amikor busz érkezett értük és hozta haza őket Magyarországra. A balesetben érintett magyarokkal állandó kapcsolatot tartott fenn a ljubljanai magyar konzulátus, mely hazaérkezésük után is a segítségükre lesz. Természetesen van utóélete, mert itt majd lesznek adminisztratív teendők is, ugye itt a biztosítási kérdések, rendőrségi jegyzőkönyvek, ebben természetesen minden érintett magyar állampolgárnak a rendelkezésére állunk. Koktél Belmondo Barbara 2 elnevezésű összesorsolásos nyílt női amatőr páros teniszverseny volt szombaton a Kanizsa Centrumban. A két pályán összesen 40 mérkőzés zajlott. A 17 induló mindegyike jól bírta erővel a csaknem 11 órás játékot. A végeredmény az utolsó mérkőzésen dőlt el erős küzdelemben. A pontverseny állása nagyon szoros, az első három helyen álló versenyző között 1-1 pont a különbség. A forduló eredményeiről és a pontverseny állásáról honlapunkon tájékozódhatnak. Összhang. Mint ismert, Lubics Szilvia nagykanizsai fogorvosnő, ultramaratonista, Orbán Viktor miniszterelnöktől vehette át a parlamentben a magyar becsületrendet múlt héten. A miniszterelnök azt írta róla, hogy a sportoló különleges összhangban tudja tartani a család, a sport és a szakma hármasát. Bebizonyította, hogy a hatalmas távolságokat az életben is le lehet győzni. Lubics Szilvia a Magyar Televíziónak adott interjújában azt mondta, a díjat minden családanyának ajánlja, akiknek ugyanúgy többszörösen kell helytállniuk. Bár én kaptam, de igazából mindenkinek szól, aki hasonlóan él, mint én, mert azért vagyunk sokan, akik igyekeznek nagyon sok helyen, nagyon sok területe helytállni. A család az azt gondolom, hogy minden helyen, leginkább a nőnek a legnagyobb feladat, és úgy gondolom, hogy ez a becsületrend bár nálam lesz majd otthon a polcon, nagyon remélem, hogy azért velem együtt, akik fontosnak tartják a családot, munkát, magukénak tudják ezt érezni. Születésnap. Városunk díszpolgárát, a Pro Urbe díjas és Zala megyei primadíjas dr. Márkus Ferencet köszöntötte a Városvédő Egyesület vezetősége 85. születésnapi alkalmából. Magas színvonalú oktató-nevelő munkája mellett rendszeresen publikált, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartott részben a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságon belül. Pap Ferenc, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnök helyettese ismertette dr. Márkus Ferenc életútját és tevékenységét. 1955-ben került az Irányi Dániel gimnáziumba, magyar nyelv és irodalom, illetve latin nyelv és irodalom tárgyakat tanított. Irodalmi tevékenysége mellett szívesen vállalt, ha felkérték, közéleti megbízást is városunkban. 2010 és 14 között a Választási Bizottság elnöke volt. Dr. Márkus Ferenc köszöntése alkalmából, mint ahogy fogalmazott, egy napóra feliratát személyesíti meg. Non numero horas nisi serenas. Magyarul nem számlálom az órákat, ha csak nem a derűseket. És ha van derűs óra, ez az óra,
a legderűsebb. A Városvédő Egyesület a korábbi években az anyagi értékek megóvására fordította a figyelmet. Mint azt Cserti Tibor, a szervezet elnöke elmondta, az utóbbi időszakban vállalták fel, hogy a kerek évfordulók alkalmával felkeresik és felköszöntik azokat a személyeket, akik sokat tettek a városért. Ez a kis gesztus talán nem tolakodó az érintettek számára sem, és talán hasznos. Az embereknek felhívja a figyelmét arra, hogy figyeljünk egymásra, és hát van olyan nap az életünkben, amikor illik egy picit megállni, picit értékelni, picit ünnepelni. A baráti hangulatú összejövetelen dr. Márkus Ferenc elmondta azt is, 1955-ben, mikor Nagykanizsára érkezett, hazaérkezett, és azóta is otthon van. Főbb híreink még egyszer röviden. Tapasztalatcsere. A műszaki irányba tovább tanulni akarók kaptak segítséget volt iskolatársaiktól. Nyílik. A szokatlanul meleg időjárás miatt több helyütt kibújt a hóvirág. A meteorológus szerint kedden akár megdőlhet az országos melegrekord is. 85. A Nagykanizsai Városvédő Egyesület köszöntötte dr. Márkus Ferenc irodalmárt születésnapján. Ez volt a Kanizsa TV híradója. Híreinket, műsorainkat olvassák el, nézzék meg honlapunkon. Ez a www.kanizsatv.hu. Most munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!